Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Engedjétek meg, hogy néhány gondolatot osszak meg veletek. A cím kissé hatásvadász a félelem csapdájában. De valójában ez egy nagyon fontos téma, és nem ilyen hatásvadász módon fogok beszélni. Először is néhány gondolatot arról, hogy mi is ez a félelem. Úgy gondolom, hogy mindnyájan ismerjük. Félelem ez egy lehanguló érzés, melyet egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Sokszor valós fenyegetettség, sokszor csak képzelt, jövőbeli esemény váltja ezt ki. Azt mondják a hozzáértők, hogy vannak velünk született félelmek, és vannak, amiket megtanulunk. Tehát ez egy emberi tulajdonság, egy általános emberi tulajdonság. Mindenki fél. És sokan még arra is felhívják a figyelmet, hogy milyen érdekes az ember, hogy még a pozitív dolgoktól is félhet. Ha mondjuk holnap el kellene utaznunk a Kanári-szigetekre, lehet, hogy örülnénk, de aztán jönnének az aggodalmak, hogy hát mi lesz mégis. Bizonyos fokig ez a félelem egészséges, mert teljesítő képességet fokozó hatása van. Ugyanakkor egy szint után ez betegessé válik, és ekkor jön az, ami a címbe szerepel, hogy csapdába ejt minket, megkötöz, gátol, és egy nagyon negatív hatása van ennek, hatása lesz ekkor. Amikor beütöttem az internetbe ezt a szót, hogy félelem, akkor nagyon sok tanács, ötlet jött elő, és sokszor erről volt szó, hogy hogyan is győzhetjük le ezt a negatív érzést, jelenséget. Vannak erre emberi módszerek, hogy másra kell figyelni, elfoglalni magunkat, sportolni kell. Ezek is hasznosak, de úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, ha mi megvizsgáljuk azt, hogy mit mond Isten, hiszen Isten bátorítása és szabadítása sokkal többet ér, mint az emberi módszerek. Néhány szóval szeretnék kitérni arra, hogy mit is válaszol a Biblia, különösen egyes félelmeinkre, félelmeink egyes fajtáira. Félünk például a jövőtől, az anyagi gondoktól. Erre olvasnék egy igét a Máté evangélium a 6. részéből. Jézus szavai ezek. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se azt, hogy mibe öltözködjetek. Bizony, több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbeke náluk? Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal. És miért aggodalmoskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ne aggodalmaskodjatok tehát, mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. A jövő felől azt mondja Isten, hogy ő még a verebekre is, a mező virágaira is gondot visel, és mennyivel értékesebbek vagyunk mi. Gondoljunk erre. Eszembe jutottak a zsoltáros szavai is. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyérkéregetővé. Félhetünk a kudarctól, a megszégyenüléstől is. Erre egy egyszerű igét hoztam. Római levél, 10. rész, 18. verse. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Aztán a betegségektől is szoktunk félni. A Bibliában sok helyen olvashatjuk, hogy az Úr a mi gyógyítónk. A 41. Zsoltárban azt olvassuk, hogy bármilyen is a beteg ágyunk, az Úr megkönnyíti azt.
És a Jakab levélbe pedig ezt olvassuk, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése. A betegségtől való félelemben is van megoldása az Úrnak. Félhettünk emberektől. Itt Dávid király példája jutott eszembe. Szerintem kevés olyan ember van, aki ennyire félhetett másoktól, hiszen élete során üldözték, sok esetben a családjából üldözték, halálra keresték, menekülnie kellett, sokan akarták a vesztét, a halálát, és ő ezt mondta, mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Istenben bízom, nem félek. Ember, mit árthatna nékem? És végül itt van a halálfélelem. Ha már Dávid királynál tartunk, elhangzott ez az ige már itt az előbb, a 23. Zsoltárból. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Járhatunk a halál árnyékának a völgyében, amikor nagyon nagy nehézségek vesznek körül, de jó tudni, hogy ahogy a Zsoltár egy nyájról szól, hogy sosem leszünk egyedül, mindig ott lesznek velünk a testvéreink, és mindig ott van a pásztorunk Isten. A kereszténység egy hatalmas megoldás a halál problémájára, mert az örök élet reménységét adja. Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Nekünk nem kell félni a haláltól, mert egy hatalmas ígéretünk van, hogy odafönt sokkal jobb lesz, mint ide lent. Nekem eszembe jutott, hogy ez egy nagyon fontos ige volt, amit szilveszter estéjén kaptam erre az évre. Avagy nem parancsoltam-e még neked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Ez az ige, ez a bátorítás, hogy ne féljek és ne rettegjek, ebben az évben rengetegszer segítségemül volt, hiszen már többször beszéltem arról, hogy most államvizsgáztam, és a nagy és nehéz vizsgák előtt erre gondoltam sokszor, és most pedig egy friss dolog, hogy a nyár végén állást kellett keresnem, és bár tudtam azt, hogy rengeteg jogász van manapság, és hogy nem könnyű ez, és tudtam azt is, hogy ha szabad nyarat is szeretnék tölteni, akkor szeptemberben még nehezebb lesz állást találni, de amikor erre az igére gondoltam, akkor nem féltem, és elmondhatom azt, hogy 2 hete kaptam állást, egy sokkal jobb állást, mint amit én gondoltam, és átéltem azt, hogy az Úr sokkal jobbat tudott nekem adni annál, mint amit én kigondolhattam volna. Jó, hogy nem félve és rettegve töltöttem az álláskeresés időszakát, hanem az Úrban bízva, mert nem csalódtam most sem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.